Tudtad, hogy egyedülálló program indult Magyarországon Változz velünk néven? Tudtad, hogy Keleti Andrea, a közismert többszörös magyar táncbajnok, tánctanár és médiasztár támogató partnerként a program mellé állt? Andrea büszke arra, hogy férjével tánciskolát nyithatott, ahol már 6 éves kortól tanítják táncolni a gyerekeket. Már több diákja is kiemelkedő sikert ért el. Ő tanította például Csonka Andrást, akivel a Szombatesti Láz című műsort meg is nyerték. A Változz velünk programhoz csatlakozó partnerek vallják, hogy a belső békéhez, harmóniához vezető út külső és belső átalakulás révén mindenki számára lehetséges. Andrea úgy mondott igen Zsámboki Juditnak, a program megálmodójának a felkérésre, hogy őt korábban nem ismerte. Andreával otthonában beszélgetett Juci. Mi ugye ismeretlenül futottunk össze, találkoztunk, beszéltünk, ismeretlenül hívtalak fel. Elmondtam ugye a program ötletemet. Mi volt az, ami miatt igent mondtál rá? Miért mondtad azt, hogy időt szánsz rá és meghallgatod? Ez egy pont egy olyan téma, ami engem nagyon foglalkoztat, és amit én nagyon fontosnak találok. Pont egy olyan téma, amiről gyakorlatilag az én életem is szól. Hogy én is csinálom a tánciskolát, és olyan házaspárok vagy olyan hölgyek csapódnak hozzánk így a tánciskolán keresztül, akik keresnek valamit az életükbe, keresnek egy fogózkodót, keresnek valami újat, keresnek valami olyan szépséget, ami plusz tud hozni még az ő életükbe, és amit te felvázoltál nekem, az nekem úgy tűnt, hogy ez nagyjából erről szól. Vagy ha a külsőségeket vesszük, mert ugye egyrészt, hogy az ember megtalálja a belső harmóniáját, és ehhez keresi az utakat. Ha külsőségeket vesszük, az megint csak olyan dolog, ami egy nőhöz biztos, hogy közel áll. Tehát én szeretem a divatot, ahogy az előbb is mondtam, szeretek ruhákat készíteni, szeretek tervezgetni, szeretek átalakítani. Vagy hát magam csinálom a frizuráimat, a sminkjeimet, de nyilván ez is a táncos múltból ered egyébként, mert hogy ott abszolút magunk voltunk, de muszáj volt különleges frizurákat csinálni. Szóval, hogy minden, ami ezzel összekapcsolódik, az engem érdekel, és ha én egy ilyen dologba belekerülök, akkor én izgatott leszek. Mi az álmod, mi a célod, mit szeretnél elérni, megvalósítani? Azt hiszem, hogy a nagyján túl vagyok, hogy rengeteg álmom volt, meg mindig is van. Nagy álmodozó vagyok, nagy terveket szövögető vagyok egyébként, de az én álmaim annyira szerencsés vagyok, hogy itt szépen sorban valóra váltak. Megtaláltam azt a férjet, akit mindig is szerettem volna, szuper gyerekeim vannak, most már mondhatom, hogy jól csináltuk valószínűleg, mert már nagyok mind a ketenet. A lányom az egyetemista már, felnőtt teljesen, a fiam pedig gimnazista, úgyhogy igazán szerintem a nehezén már túl vagyunk. Karrier az abszolút úgy alakult, ahogy szerettük volna, amikor még aktív versenyzők voltunk, magyar bajnokok voltunk, világbajnokságokon is nagyon komolyan számoltak velünk, úgyhogy minden összejött, amit szerettünk volna. És a Habba a tortán, meg természetesen a Szombatesti Láz, meg az azóta tartó folyamat, mert hogy a Szombatesti Láz 14 éve volt, és hát itt a történések azóta sem csillapodtak, vagyis hogy valamennyire csillapodtak, és most szerintem egy ilyen nagyon kellemes, élhető dologra állt be ez az egész történet. Mit gondolsz a változásra? Én azt gondolom, hogy változásra, megújulásra mindig szükség van. Az én életemben ez megint szerencsésen alakult, hiszen az életem folyása, ahogyan a nagy dolgok történtek körülöttünk, az eleve igényelte vagy követelte a változást, amihez nekünk alkalmazkodnunk kellett. És ha nem lett volna ez így, akkor lehet, hogy azért belefásultunk volna még ebbe a szép szakmába is, vagy ebbe a szép családi életbe is egy kicsit. Tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy mindenkinek az élet minden területén szüksége van a megújulásra. Kisebb vagy nagyobb változásra. A változás azért is, mert az mindig azt jelenti, hogy az ember új célokat fogalmaz meg, és hát abból tart az ember élete, meg ez a motorja szerintem az egésznek, hogy ezeket a célokat próbáljuk elérni, megvalósítani mindenáron, és tényleg legyen ez egy kis apró cél, hogy milyen vacsorát főzök szombaton a vendégeknek, vagy legyen egy nagy cél, hogy esetleg az életemben valami újat teszek, újat tanulok, egy más szakma felé nyitok, szóval annyi minden csoda történhet még. Mivel járulsz hozzá a programhoz? Hogy döntöttél? Magamat adom, és az én legfontosabb részem azért a tánc.
Úgyhogy én szeretnék egy kis betekintést nyújtani azoknak, akik kapcsolódnak ez a programhoz, hogy mi az, amitől én így föl vagyok dobva, hogy mitől ilyen jók az én napjaim. Tehát hogy szeretnék velük egy kicsit táncolni. Hát, hogyha ők is rátalálnak egy olyan hobbira, ami egyébként egyénileg is, vagy esetleg az embernek a párjával is tökéletes kiegészítője lehet a hétköznapoknak.